A mai nap örömhíre, itt igéje Péter első levelének ötödik részéből a hatodik vers. Alázzátok meg tehát magatokat Isten hatalmas keze alatt, hogy felmagasszaljon titeket annak idején. Alázat. Korunkban nem egy letisztult fogalom, inkább negatív hatását látom, Olyankorban élünk, ahol a televízióból és sok hírportálról az az üzenet, hogy neked ez jár, te ezt megérdemled. Mit tud kezdeni a mai kor embere azzal, hogy élj alázatos életet, amely mögött ott van egy helyes önismeret, hogy megív, megóvja az embert az elbizakodottságtól. Egy álláspont, egy szemlélet, hogy ebben a világban, Isten teremtett világában a teremtés koronája az ember csupán egy porszem. Sokszor jut eszembe a kép, amikor a hídon megy át az elefánt, és rajta a kisegér. És amikor a híd recseg és ropog a hatalmas súly alatt, akkor azt mondja, hogy jól megmozgattuk ezt a hídat. Nem az elefánt mondja, hanem a pici egér ott a hátán. Milyen lehetősége van az embernek, ha megalázod magad, Isten felemel. A megérdemlem a nekem jár helyett, annak az alázatát kéri tőlünk az Isten, amelyel tudjuk, hogy fölöttünk van, hogy Isten hatalmas keze alatt éljük a mi életünket. Út, amelyen járunk, amelyet életnek nevezünk. Valaki azt mondta, a győzelemnek az az ára, hogy tudjunk meghajolni. És bennünk ott van az időfaktor, az időben élő ember számára talán a legnehezebb. A miértek, a mikorok, a meddig kérdések halmaza. Az orvos, amikor műt, van ilyen összekulcsolja a kezét. Mielőtt vág, segítséget kér. Nem tudásával van baj, képességeivel, hanem van hite, amelyel tudja, hogy vannak dolgok, ami fölött nem rendelkezik. Azt hiszem, az élet bármely területén vagyunk, emberi életsorsok számtalan helyzetében tudnunk kell, enélkül az alázat nélkül, nem láthatjuk meg Istent. Olyan, mint amikor belépünk egy sötét szobába, és amíg a kapcsolóhoz érünk, sötétben járunk. Kell a hit bizonyossága, a sötétben való elindulás, hogy Isten titka a miénk lehessen. Erős akarsz lenni, maradj nyugodt, figyelmes és alázatos. Márai mondja ezeket a gondolatokat, és arra tanít, hogy az alázat az nem elv nélküli meghajlás, hanem tudatos vállalása annak, hogy ki vagyok én, miért vagyok itt ebben a világban, ki áll fölöttem, és hogy fölöttem áll, az azt is jelenti, hogy vannak mellettem emberek. Az alázat. Isten felé való odafordulás. Ő azt mondja, hogy felmagasztaljon titeket. Isten ki akar emelni. Életednek abból a helyzetéből, amiben vagy, ahol ma nem érzed jól magad, emberi problémáid, meg annyi helyzetéből. Tudsz-e megalázkodni? Összekulcsolt kézzel a napi problémák felől fölfelé tekinteni bízni, és amikor ezek a mondatok elhangoznak, a folytatás így következik, minden gondotok őre elvessétek, mert neki gondja van rátok. Alázat, felemelés, út, győzelem, célba érkezés. És tudjuk, az Isten órája jár jól, ő tudja mit, mikor és hogyan adjon meg adjon nekünk hitet ennek elfogadására és megélésére. Amen.